Mózes második könyve, 32. fejezet. Amikor látta a nép, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, egybegyűlt Áron ellen, és azt mondta neki, jöjj, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, azzal a férfival, aki Egyiptom földjéről kihozott minket. Áron azt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülében vannak, és hozzátok hozzám. Erre az egész nép kiszedte az aranyfüggőket a füléből, és elvitték Áronhoz. Ő átvette a kezükből, vésővel mintát készített, és öntött borjút csinált belőle. Ekkor azt mondták, ez a te istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Amikor Áron ezt látta, oltárt épített előtte, és így kiáltott. Holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap korán reggel fölkeltek, és égő áldozatot és béke áldozatot mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, és fölkeltek játszani. Az Úr pedig így szólt Mózeshez, indulj, menj le, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik. Borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik, annak áldoznak, és azt mondják, ez a te istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Majd azt mondta az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony, kemény nyakú nép. Azért hagyd békét nekem, hadd gerjedjen föl a haragom ellenük, és hadd töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes így esedezett istenéhez, az Úrhoz. Miért gerjedne föl, Uram, a te haragod a néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák azt az egyiptomiak? Vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről. Mújjék el haragod tüze, és vond vissza bosszúdat néped ellen. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, szolgáidról, akiknek megesködtél önmagadra e szavakkal. Úgy megsokasítom utódaitokat, mint az ég csillagait, és azt az egész földet, amelyről szóltam, utódaitoknak adom, és örökségük lesz az örökre. Erre megállította az Úr azt a veszedelmet, amelyet a népre akart bocsátani. Azután Mózes megfordult, és elindult a hegyről kezében a bizonyság két táblájával. Mindkét oldalán teleírt táblák voltak, elől is, hátul is tele voltak írva. A táblákat Isten keze készítette, a táblákra vésett írás is Isten írása volt. Józsué pedig hallva a nép rivalgását azt mondta Mózesnek, harci kiáltás van a táborban. Ő pedig így felelt, nem diadalmasok, sem legyőzöttek kiáltása ez, éneklés hangját hallom. És amikor közeledett a táborhoz, látta a borjút és a táncolást, és fölgerjedt Mózes haragja, elhajította kezéből a táblákat, és összetörte a hegy alatt. Azután fogta a borjút, amelyet csináltak, tűzben megégette, apróra törte, amíg porrá lett, és vízbe szorva megitatta Izrael fiaival. Majd azt mondta Áronnak, mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? Áron így felelt, ne gerjedjen föl, Uram, haragod, Uram haragja, ismered a népet, hogy gonosz. Azt mondták nekem, készíts nekünk isteneket, hogy előttünk járjanak, mert nem tudjuk, hogy mi lett Mózessel, azzal a férfival, aki kihozott minket Egyiptom földjéről. Én azt feleltem, kinek van aranya? Szedjétek le! Erre nekem adták, én pedig a tűzbe vetettem, és ez a borjú lett belőle. Amikor látta Mózes, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket ellenségeik csúfjára, megállt a tábor kapujában, és azt mondta, aki az Úré, jöjjön ide hozzám. És hozzágyűlt Lévi valamennyi fia. Ezt mondta nekik. Azt mondja az Úr, Izrael istene, kössön mindegyikőtök kardot az oldalára, menjetek át a táboron, és jöjjetek vissza egyik kaputól a másik kapuig, és ki ölje meg a testvérét, barátját és rokonát. Lévi fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek, és azon a napon a népből mintegy 3000 férfi hullott el. Ezután azt mondta Mózes, ma az Úrnak szenteltétek kezeteket, ki fiával és testvérével szemben, hogy áldása szálljon ma rátok. Mózes másnap azt mondta a népnek, nagy bűnt követtetek el, most azért fölmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek bűneitekre. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és azt mondta,
Ó, jaj, ez a nép nagy bűnt követett el. Aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket. Ha pedig nem, törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek. Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki a könyvemből. Most azért menj, vezesd a népet, ahova mondtam neked, íme az én angyalom előtted megy. De látogatásom napján ezt a bűnüket is számon kérem. Az Úr tehát megverte a népet azért, amit az Áron által készített borjúval cselekedtek. Mózes tehát az egész népért imádkozott, kérte az Istent, itt Úrnak van fordítva, ugye ez tévedés, de tudjuk, hogy kiről van szó, a Teremtőnkről. Mózes többször is kérte az Atyát, hogy ne gerjedjen föl a haragja a nép ellen, hogy bocsásson meg. Másodjára már, amikor Mózes is szembesült azzal, saját szemével látta, hogy mi történik, hogy valóban hatalmas bűnt követtek el, mert ugye visszafordultak az egyiptomi luciferi imádathoz. Akkor már Mózes is azt mondta, hogy törölj el engem is velük együtt. Azt írja, tehát ezt mondja Mózes, hogy ó, jaj, ez a nép nagy bűnt követett el, aranyból csinált magának isteneket, de most bocsásd meg bűnüket. Ha pedig nem, törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mennyire alázatos volt Mózes, és nem azt mondta, hogy verd meg őket, töröld el őket, ők bűnösök, én meg nem, hanem azt mondta, hogy törölj ki engem a könyvedből. Tehát Mózesben hatalmas volt az alázat, de szembesült azzal, hogy mekkora bűnt követtek el, és tudott felelősséget vállalni, és azt látta, hogy ha elbukik, elvész Istennek a terve, az egész nép, ő is, ő külön nem szeretne élni, valószínűleg, hogy nem szeretett volna külön tovább a saját boldogulásával boldogan élni, hogy mint aki mossa kezeit, hogy ő nem követett el semmit, hanem ő teljes egészében Isten tervének szentelte az egész életét, és teljesen az Isten akaratát tekintette egyedülállónak, és semmi más őt nem érdekelte. Tehát Mózesnek nagyon nagy volt az odaadása, még hogyha ő is ember volt, és esetleg később követett is el hibát, ugye, ami miatt nem mehetett be végül az ígéret földjére, csak messziről láthatta azt. Isten nagyon igazságos, tehát Isten nem személyválogató, és nem azt nézi, hogy ki milyen vezető, vagy alsóbbrendű, tehát nem Istennek a rendjében ez nem így működik. Isten az engedelmességet nézi, és azt nézi, hogy mindenki a maga ismeret szintjéhez képest milyen mértékben engedelmes. Ugye, hát itt is olvasunk egy olyan részt, ami rendkívül megdöbbentő, ugye, és nagy Isten félelmet hoz elő az emberből, amikor ezt olvassa, ugye, amikor meg kellett ölniük, ugye, azoknak, akik ezt vállalták, akik Isten mellé álltak, meg kellett ölniük azokat a rokonaikat és testvéreiket, akik nem Isten mellett voltak, hanem akik inkább a bőség istenét, a látszólagos, ugye, látszólagosan a bőség istenét, aki valójában Sátán, erről szeretnék majd később beszélni. Tehát ezeket meg kellett ölniük, hiába a rokonuk, meg a testvérük, és ezt ők megtették. Ma már ilyet Isten nem vár el tőlünk, és ez bűn lenne, hogyha valaki ilyet cselekedne. Úgyhogy szeretném erre fölhívni a figyelmet. Viszont megváltunk tanításában is találunk ilyet, erre utaló tanítást. Tehát ami megváltunk, ugye őtőlük született meg ebből a vérvonalból, mennyei atya kihívta Mózes és Áron vezetésével, Egyiptomból kihívta az ő népét, és ezt a népet a pusztában mindentől távol tisztította az ő igéjével, parancsolataival, és az ő ítéleteivel is meg kellett tisztítani. Ma már, ugye, hogy a megváltónk megszületett, és most már ismerjük az ő tanításait, tilos ilyet cselekedni bárkinek is. Ezt azért mondom el, hogy nehogy félreérthető legyen esetleg, hogy ezt felolvasom a Mózesből ezt a részt. Ma már ugye nem szabad senkit sem bántani, sőt, azt a lelkületet kell gyakorolni, amit Mózestől is láttunk,
hogy imádkozni kell azokért, akik bűnt követnek el, hogy ők is meneküljenek meg. Tehát Isten senkitől nem kér ilyet, ezek az idők, tehát ez a korszak már ugye régen lezárult, már nincs ilyen, hogy valakitől Isten olyat kérne, hogy bántson valakit. Viszont a megváltónk tanításában ott van az a tanítás, ugye, hogy meg kell gyűlölni a saját lelkünket, a saját családunkat, el kell hagyni apánkat, anyánkat, testvérünket, és az, ami apánk, anyánk, testvérünk, fivérünk, nővérünk, akik szeretik és cselekszik a mennyei atya akaratát. Természetesen itt ugye úgy kell érteni, hogy a saját akaratunkat kell meggyűlölni, és a saját világi életünket, a mi saját világi törekvésünket. Lelki értelemben ki kell jönni ebből a szellemi Egyiptomból, lelki Egyiptomból, ami ma körbe fog bennünket, és az egész világot már leuralta. Tehát fizikai szinten már mindenütt ezt az aranyborjút imádják, a kereszténységen belül is. Ki kell ebből jönni, és a megváltónk tanításai szerint kell élni, a megváltónk pedig ezt tanította. Tehát most nem az a feladatunk, hogy bárkit is bántsunk, hanem az a feladatunk, hogy imádkozzunk azokért, akik bűnökben élnek, és példamutató élettel próbáljuk őket emlékeztetni arra, hogy az igazi Isten az nem a testi és világi bőséget adó Isten. És ezt úgy kell megtenni, hogy szeretettel. Tehát nem, most már nem hajt végre Isten senkin keresztül ilyen ítéletet, most már más korszaka van az emberiségnek. Isten terve tökéletes, tehát bízhatunk abban, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mikor, mit és miért tesz, és mond az embernek. Ebben az időszakban, amit most felolvastam, amiről most beszélek, ezekben az időkben a pusztában volt az Isten népe, és mint egy megszentelődés folyamata, úgy kell ezt elképzelni, ezt a sok évtizedet a pusztában. Mózes már korábban megszentelődött, ugye, mert ő egyiptomiként nevelkedett, de ő is aztán elment Egyiptomból, elbújdosott onnan, családot alapított, és ő is megtisztult az Egyiptomban való okkult és gonosz tanoktól. Sok évtizedig tisztult ezekből, és azután történt az, hogy az atya őt felkérte erre a feladatra, hogy tudja teljesíteni az Ábrahámnak tett ígéretét. És Mózes volt tehát ez a vezető, aki kihozta őket Egyiptomból, és ez a nép, ez egyáltalán nem volt olyan állapotban, hogy Isten tervét tudták volna szolgálni, és azért, hogy megszentelődjön, hogy szent edény legyen, hogy megszentelődjenek, ez a vérvonal, ez a nép megszentelődjön, ezért adta Isten nekik az ő parancsolatait, az ő igéit, és ezért volt szükség arra, hogy a pusztában megtisztuljanak. És ezért voltak az Ószövetségben ezek a szigorú és nagyon kegyetlennek tűnő, emberi szemmel nézve, kegyetlennek tűnő ítélet végrehajtások. Több ilyen is volt. Erre szükség volt. De ez az a korszak volt, ma már egy másik korszak van, tehát ma a kegyelem korszakában vagyunk, mivel hogy a megszentelődés folyamata lezárult, és megszületett a megváltónk, és most már ő maga is elmondta, hogy ha a búzaszem el nem hal, akkor nem hoz termést. A búzaszemnek el kell halnia ahhoz, hogy sok termés hozzon. Ezzel szimbolikusan ugye elmondta, hogy ő testileg nem szaporodik a továbbiakban, tehát nem nemz gyermeket, fiakat, hanem ő odaadja teljes életért, mert a legnagyobb szeretet abban van, aki életét adja a barátaiért. És ő ezt megtette az emberekért, és aki az ő barátja szeretne lenni, akkor innentől kezdve az ő tanításai alapján fog élni. Úgyhogy ez Isten tökéletes terve, és ennek vagyunk mi is a része. Na most a világot óriási hitetés fonja körül, és nagyon is ezzel az aranyborjúval összefügg, mégpedig azért, mert ugye mindenki tudja, hogy az elsődleges dolog itt a Földön az, hogy meglegyen mindaz, ami életet ad nekünk,
azért, hogy az Isten kegyelmét még tudjuk élvezni. Mert abban a pillanatban, ahogy meghaltunk, már lezárul számunkra a kegyelem. Tehát nagyon fontos az, hogy a létfenntartás megmaradjon. Fontos az, hogy meglegyen a minden, amit a testünknek is szüksége van, étel, ital, lakhatás. És ez az Ószövetségben az atya a zsidóknak kijelentette, hogy ha betartják az ő ígéreteit és parancsolatait, ha betartják ezeket a törvényeket, amiket ő adott nekik, akkor jó dolguk lesz. Viszont elébük adta azt is az atya, hogy ha nem tartják ezt be, akkor nagyon súlyosan meg fogja őket büntetni. Tehát mondhatjuk, hogy egy ószövetségi nézet szerint, hogyha ezt nagyon lecsupaszítjuk ezt a nézetet, akkor ószövetségi nézet szerint igaz az az állítás, hogy Isten népéből, aki jól él, jólétben él, gondoljunk csak például Jobbra, aki jólétben él, az boldog lesz és megelégedett lesz, és annak mindene meg lesz, fizikai szempontból is, mert Isten előtt az a személy az kedves, és az a család kedves, és annak a felfut az élete, és boldog lesz, és az ő háza növekedni fog, sok gyermeket fog nemzeni, tehát egy fizikai megelégedettség, egy biztonság, egy egzisztencia lesz az övé, amelyet a mennyei atya ad neki, mert azt érdemli, mert hogy engedelmeskedik az atyának. Igaz, hogy Jobb nem tartozott azt hiszem az izraeliták közé, elég titokzatos alak, de ő is ugye eléggé engedelmes volt Istennek, hát írja is az ige, hogy fedhetetlen volt, és mindene meg is volt. És az ószövetségi nézetek szerint ez tényleg egy bizonyíték arra, hogy ő egy egészségben, bőségben és boldogságban élő személy és családapa, egy olyan ember, akinek óriási a tekintélye, azért, mert engedelmes a mindenható Istennek. De Jobbot is ugye éri ez a nagy nehézség, tehát már az Ószövetségben is megdől az az elmélet, amit pedig nagyon sok keresztény felekezetben, meg az ezotériában is lehet hallani, hogy bizony, hogyha te harmóniában vagy az univerzummal, vagy Istennel, vagy nevezzék bárminek, akkor neked jó dolgod lesz, és akkor te nem fogsz megbetegedni, tehát ezt így magyarázzák. Hát már ez a Jobb történetével is megdől, meg egyébként a megváltóéval is. Tehát nem lehet semmiképpen sem egy olyan párhuzamot vonni, egy ilyen nagyon szigorú szabályt vonni, hogy ha én jól élek, boldog vagyok, mindenem megvan, és semmilyen problémám nincsen, akkor ez azért van, mert engem Isten szeret, és azért szeret, mert én kedves vagyok Isten előtt. Úgyhogy ez már itt megdől. De azért Isten azért ezt kijelentette, és el is mondta, de Isten ugye nem kiszámítható. Bár amit megígért, azt mindig teljesíti. Tehát Isten nem egy szeszélyes Isten. Próbálom összeszedni azokat a szempontokat, amik alapján nyilvánvalóan megérthetővé fog válni, amit szeretnék közölni. Ugye, tehát Egyiptomban is ott nagy királyság volt, és nagyon komoly egyiptomi kultúra volt ugye az ókorban, egyiptomi időkben, és ott nagy bőségben éltek az uralkodók. És ők ugye a napot tisztelték Istenként, és ennek a napnak, napistennek a hatalom, a bőség adás volt a feladata, tehát bőséget adott, és aki őt imádta, és aki neki engedelmeskedett, annak mindene megvolt. De ez a napisten, ez valójában nem létezik, mert hogy minden, ami van a földön, az ég alatt, az mind Istentől van, és Isten dönti el azt, a Teremtő Atya, aki nem egy napisten, aki nem azonos a nappal, ő dönti el azt, hogy kinek ad bőséget, és kitől vonja meg ezt a bőséget, és miért. Egyiptomban a bika, Isten, egy bika, egy szent állat volt, és ez tulajdonképpen Ozirisznak volt egy jelképe. Ezt a bikát Apisznak hívták. Tehát volt egy ilyen kultusz, azért pont a bika volt ez az állat, ami közül kiszemelték a szent állatokat, mert ugye a bika egy nagyon erős állat, és elég termékeny is, tehát az ő tulajdonságai miatt hasonlították
és ezzel az állattal szimbolizálták a bőséget Egyiptomban, és a földi jólétet, mert ugye a magas szaporulat a növénynél, állatnál, az mindig az életet jelenti, ugye tovább viszi az életet, hogy nem hal ki, hogy él, hogy virágzik, hogy bőségben van, és azoknak az embereknek, akiknek ez a testi élet a fontos, azoknak ebben mutatkozik meg az ő sikerük. És ez az Apis volt, ezt a bikát így hívták. És van az Új Szövetségben egy történet, ami szintén egy ilyen napistenről szól, pontosabban egy istennőről, és ennek az istennőnek, Artemisnek eléggé sok köze van Apishoz, mégpedig azért, mert ez az Artemis, ez azt is jelenti, hogy méh. És a méhnek a neve is Apis. Utána néztem ennek, és kiderült az, hogy Egyiptomban a méheket is tisztelték, és a méhekről azt gondolták, hogy a napból jönnek, és minthogyha a napnak a élő részecskéi lennének. A méhekről tudjuk, hogy nagyon rendezett társadalomban élnek, nagyon nagy rend van közöttük, mindenkinek megvan a feladata. A méhek kaptárt építenek, és érdekes, ilyen hatszög alakú méhsejteket építenek, amik tökéletesek. És ezeket a méheket is az uralkodás szimbólumának tekintették, és később ez az Apis imádat, ez ugye, ez a bőség imádat, a földi és a testi jólétnek, a bőségnek az imádata, és nem a Teremtő Istennek a tisztelete. Ez az Apis imádat, ez tovább öröklődött később, és rejtetten ment tovább, minden nép elvitte ezt magával. És különféle okkult jelképekben megláthatjuk ezt a méh szimbólumot, és ha utána néztek, akkor láthatjátok, hogy a szabadkőművességnek is egy nagyon komoly szimbóluma a kaptár és a méh. Ugye, mert a kaptárban egy szigorúan meghatározott rend zajlik, és minden azt szolgálja, hogy a természet bőségét kihasználva, felhasználva terméket hozzanak létre, ami egy különösen édes és nagyon értékes, gyönyörű aranyló színű dolog, és és ezek a méhek, ezek ugye így nagyon jó rendben tudják tovább örökíteni a szaporulatukat, tehát ők is megfelelő mechanizmus szerint szaporodnak, munkálkodnak, mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. Tehát ez egy zárt közösség, és egy tulajdonképpen egy ilyen tökéletes közösségnek mondhatjuk, ugye megnézzük közelebbről a méheket, hogy hogyan kommunikálnak, külön táncnyelvük van, úgyhogy tényleg Isten csodálatos teremtményei, mint mindegyik állat egyébként. De hát ugye, hogyha már a kőtáblákról olvastam az előbb, tudjuk, hogy a 10 parancsolat volt ezeken a kőtáblákon, és ugye ott nagyon fontos számunkra emlékeztető, aki mi ugye nem a testi bőséget, meg nem Isten teremtményeit imádjuk és tiszteljük, hanem a Teremtő mennyei atyánkat, a láthatatlan Istent. Tehát mi nagyon jól tudjuk, hogy ugyan elismerjük az állatoknak a szépségét és hasznosságát, de semmiképpen nem borulunk le egy ilyen hasonmás előtt sem. Tehát ez nekünk nagyon fontos ezt betartani, mert aki a teremtő helyett a teremtményt kezdi el tisztelni, az súlyos vakságban szenved. Tehát ők a fényt imádták, akik ezt a bőséget imádták, Apis formájában, istenek és istennők formájában, amit ők maguk a saját kezükkel alkottak, és itt szobrokat is létrehoztak, de ugye most már tudjuk, hogy a bálványimádás nem elsősorban nem szobrok imádata, a szobrok azok csak jelzések voltak, tehát ezek a hasonmások, hogy mindig emlékeztessék a társadalmat, kiépítették ezeket a társadalmakat, ugye Egyiptomban például, egy méh kaptárhoz hasonlóan, ezért is talán a szabadkőműves páholyoknak is sokszor a méh kaptár a szimbóluma. Kiépítették az uralkodók, volt egy uralkodó nő, uralkodó férfi, uralkodó pár, kiépítették ezt a birodalmat,
és mindenkinek megvolt a maga rendje, és a szobrokat azért állították, a képeket azért csinálták, hogy az emberek, akik a kis dolgozó méhek, vagy a kis alattvalók ugye a kaptárnak a minden részében láthassák, és emlékezzenek, és bevésődjön az elméjükbe, jusson eszükbe, hogy kit kell imádni. Tehát a méhek Egyiptomban az uralkodásnak is, a hatalomnak is a szimbóluma volt. Tehát ők a teremtmény szimbólumát, hasonmását használták föl arra, hogy az ember uralkodjon a többi emberen. Tehát ez maga a bálványimádás, és valójában ez sátánimádás, ördögi luciferimádás, ugyanis minden, ami az emberi testnek az akarata, ennek a romlandó emberi testnek az akarata, az mind ördögi akarat, földi, testi és ördögi. Tehát, hogyha mi csak azt nézzük, hogy meglegyen a mi jólétünk, boldogságunk, egészségünk, szépségünk, hogy a mi dicsőségünk fönnmaradjon, akkor valószínűleg mi emberek is elkezdünk egy kis kaptárt építeni, mert ugye most ez dívik, tehát most már nem kell uralkodókat imádnunk, már lejárt az a korszak, ugye voltak diktátorok korábban, a történelem folyamán nagyon sokszor voltak királyok, királynők, diktátorok, még most is vannak napjainkban is, de most már ugye azért a többség látja azt, hogy ezek hazugságok és gonosz dolgok. Tehát most ugye már az van a köztudatban, hogy mi magunk vagyunk istenek, meg istennők, és most már azt szeretné a sátán elérni, illetve a sátánnak a szolgái szeretnék azt elérni, hogy mindannyian találjuk meg a mi kis elfoglaltságunkat, és akkor meg lesz a mi bőségünk, és mi szolgáljuk az egész társadalmat, ezt a szellemi vagy lelki értelemben vett Szodomát, Egyiptomot, Babilont, ezt várják el, hogy szolgáljuk a mi kis szorgos kis munkánkkal, és akkor meg lesz majd a bőségünk, a lelki nyugalmunk, és akkor vannak ugye ilyen kisebb uralkodók is, mondjuk van egy közösség, és akkor azon belül mondjuk valaki uralkodik, mondjuk egy családra gondolok például. Tehát az emberek így működnek, és akik megvakultak. Tehát akik ugye a teremtő helyett, a teremtményt és a testi jólétet kezdik el fontosabbnak tartani, azok vakságban élnek, és azok válnak ugye napimádóvá, tehát az ő számukra a nap adja a fényt és az életet, és ezáltal napimádóvá válnak ezek az emberek, a napvallásnak lesznek a tagjai, részesei, mert teljesen meg vannak vakulva. Ugyanis Isten népe számára ki lett jelentve, hogy aki a teremtő helyett a teremtményt imádja, és az előtt leborul, az bűnt követ el. Az nagyon nagy bűnben van, és örök életben nem lehet része, mert akkor az vak, és nem látja a lényeget. Nem látja azt a legfontosabb dolgot, amit meg kell látni minden embernek, hogy ezen a világon sajnos, még ha valaki jólétben is van, meg kell, hogy lássa, nagyon sok a gonoszság, és ezzel a sok gonoszsággal nem lehet kiegyezni. És hogy ezért ez a világ így nem maradhat fönn. És ezért teremtőnk ezt a világot véglegesen le fogja zárni. És akit zavar ez a sok szenvedés és sok szörnyűség, az elkezdi keresni Istent, és az látni fogja, hogy nem hoz boldogságot számára a bőség, a megelégedettség, a beérkezettség. Az egészség az egy hasznos és jó dolog, de önmagában még az sem számít semmit, hanem csak az számít, hogy a lelkünk békességben legyen a teremtőnkkel. Minden ember tehát elkezdi keresni ezt a teremtőt, és nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy a teremtő Istenünknek nem az az elsődleges célja, hogy mi itt a földi életben boldogok és megelégedettek legyünk. Mert hogyha ez a test romlandó, akkor ez egyszer meg fog halni ez a test, ez a föld pusztul, ezt mindenki látja. Tehát akkor miért lenne célja az a teremtő mindenható Istenünknek, hogy én ez alatt a 70 év alatt vagy 80 év alatt én boldog és megelégedett legyek, tehát hogy vakuljak meg, és ővel ne foglalkozzak, miért lenne ez jó Istennek? Isten nagyon szeret bennünket, és ezért ő azt akarja,
hogy örök életben legyen részünk. És örök életet csak az kaphat, aki megtartja az ő parancsolatait, és az ő fiának megismeri az életét és a tanításait. Tehát visszatérnék ehhez a nap imádathoz, mert erről szeretnék most beszélni. Azt mondtam, hogy az új szövetségben is van egy történet, ami bizonyítja azt, hogy ez a nap imádat és a hatalomnak és a civilizációnak, meg ennek a mesterséges kultúrának a szolgálata és a ennek való robotolás és ebből való haszonszerzés, ez végig öröklődött, és mint egy megbújva, okult módon, különféle népeknek a mitológiájában átöröklődött, és mindenütt ott van. Akik nem ismerik a mindenható Istent, azoknak ott van ez a kultúrájában, és azok ezt a kultúrát fogják követni. Az apostolok cselekedeteiben van ez a történet, ami Artemis templomával kapcsolatos, ezt szeretném most felolvasni. Apostolok cselekedetei 19. fejezet. Abban az időben pedig nem kis háborúság támadt az Úr útja miatt. Mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből Artemis templomokat készített, nem csekély nyereséget biztosított a mesterembereknek. Ezeket összegyűjtötte a hasonló foglalkozásúakkal együtt, és azt mondta nekik, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. És látjátok és halljátok, hogy ez a pál nem csak Efezusnak, hanem majdnem egész Ázsiának sok népét áltatta és megtévesztette, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak. De nem csak az a veszély fenyeget bennünket, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem hogy a nagy Isten asszonynak, Artemisnek a templomát is semmibe veszik majd, és oda lesz az ő nagysága, pedig őt egész Ázsia és az egész földkerekség tiszteli. Amikor ezeket hallották, megteltek haraggal, és kiáltoztak. Nagy az efezusi Artemis! Az egész városban felfordulás támadt, megragadták a macedón Gájuszt és Arisztarkoszt, akik Pál útitársai voltak, és egy akarattal a színházba rohantak. Pált pedig nem engedték a tanítványok, amikor a nép közé akart menni. És néhány ázsiai főtisztviselő, akik a barátai voltak, üzentek neki, és arra kérték, hogy ne menjen a színházba. Ott pedig ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott, és a többség azt sem tudta, miért gyűltek össze. A zsidók Sándor tolták előre, ezért a tömeg figyelme őre irányult. Sándor pedig kezével intett, és védekezni akart a nép előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és mintegy két órán át kiáltozták. Nagy az efezusi Artemis. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, azt mondta, efezusi férfiak, ugyan ki az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis szentélyének és az ő égből leszállt képének őrzője. Mivel tehát ennek senki nem mondhat ellent, szükséges, hogy lecsendesedjetek, és semmiféle meggondolatlanságot ne kövessetek el. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és istennőnket sem káromolták. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panasza van, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, ám pereskedjenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen elintézhetitek. Mert félő, hogy lázadással vádolnak minket a mai nap miatt, mert nincs semmi érvünk, amellyel megokolhatnánk ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a népgyűlést. Azért ugye volt egy törvényes rend, és ezt a törvényes rendet be kellett mindenkinek tartani, tehát még az Isten nélkül élő társadalmakban is ez a törvénynek a képviselői mindenképpen ugye a rendet, tehát Isten akaratát tartották fönn, és ez nagyon fontos volt. Itt ugye azt kell kiemelni, hogy ugye az Artemis, azt mindenki ismerte, mindenki tudta azt, hogy Efezusban ezt az istennőt tisztelik, és őt imádják, neki hódolnak. Mégpedig azért, ugye, mert ő adta a jólétet. Artemis egy bőségistennő, és a neve az igazából érdekes, mert két különböző dolgot is jelent. A
Az egyik az méhet jelent, az Artemis. Van nagyon sok köze a méhekhez, mert ugye maga az Artemis szobor is, hogyha megnézzük, akkor kétféle állatot is látunk, felismerünk rajta, a méhet és a bikát. Az az Apis, amiről az előbb is beszéltem. Az Artemis viszont érdekes, mert nem csak egy édes dolgot létrehozó lényt jelent, tehát nem csak méhet jelent, hanem ürmöt is jelent. Az üröm pedig a legkeserűbb gyógynövény tulajdonképpen. Tehát a méz és az üröm mind a kettő hozzá kapcsolódik ehhez az állítólagos istennőhöz. És Artemis volt az, akit, hogyha tiszteltek, akkor megvolt a jólétük. És írja is, hogy azért háborodtak fel, mert megrémültek, hogy veszélybe került az ő mesterségük és a jólétük. Tehát ők olyan mesteremberek voltak tulajdonképpen, akik akár mondhatjuk, hogy valamilyen szakszervezeti tagok is voltak, tehát közöttük megvolt az a szövetség, hogy együtt munkálkodtak, Artemis volt az ő istennőjük, és abból éltek, hogy ezt az istennőt éltették az emberekkel, és ebből ők jól meg is tudtak akár gazdagodni, jólétben és bőségben tudtak élni. Tehát akkor ők nyilvánvaló, hogy abban a teljes hiedelemben voltak, hogy ők ettől a napistennőtől, vagy holdistennőtől, ugye, mert ez is érdekes, hogy hogyan változtak ezek ugye a kultúrákban. Tehát ők ettől az istennőtől vélték azt megkapni, ugye, amit valójában ők ezt Istentől kapták, de hát, mert ugye Isten adja, meg veszi el a bőséget is, meg mindent. Tehát ők viszont mégis ezt a kézzel csinált istennőt hirdették, és ezt éltették, és ők is készítettek ilyen templomokat, ugye ezüstből, azért, hogy minden embert erre emlékeztessenek, tehát ők terjesztették bőségért, jólétért, megélhetésért, anyagi biztonságért cserében, terjesztették ezt a fajta hiedelmet az emberek között, és erősítették a földi jólétben és gazdagságban, és a földi hatalomban, uralkodásban való hitet és engedelmességet. Tehát nem Isten felé, nem a Teremtő felé vitték ugye az embereket, mert valószínűleg nem is nagyon ismerték a Teremtőjüket, nem is érdeklődtek iránta, mert ők viszont nem is keresték. Hát most ezt én egy ebből következtetem, hogy ők jól tudtak így élni, nekik ez elég volt. Ugye, de hát mindig ott kezdődik ugye az istenkeresés, hogyha nem elég a jólét, nem elég a testi megelégedettség, hanem az ember érzi, hogy valami többre szeretne, többért szeretne élni, többre vágyik tulajdonképpen, és de ez nem egy ilyen testi vágy, hanem ugye a léleknek egy szomjúsága, egy vágya, és nagyon sokszor öregeknél lehet ezt látni, akik már ugye megöregedtek, és látszólag elvileg be kellett volna, hogy teljenek az élettel, mégis keserűek és boldogtalanok ezek az idős emberek, és látszik, hogy valamit nagyon keresnének, de mivel nem ismerik Istent, ezt a kiutat nem találják, és sajnos, hogyha meghalnak Isten nélkül, akkor nem kapják meg az örök életet. És ezért nagyon fontos az, hogy az idős embereket is, akik hozzátartozóink esetleg, és nem ismerik Istent, akkor őket mindenképpen e felé, az igazi Isten felé kell motiválni az életünkkel, példamutatásunkkal, és az Isten természetének a gyakorlásával, hogy abban él az ember, de természetesen ugye szavakban is ezt ki lehet fejezni, és mert azért manapság azért általában mindenki békés, kedves, jól nevelt, tehát ma már azért az Isten nélkül élő emberek között is nagyon sok ilyet lehet látni, tehát mindenképpen tudni kell azt, hogy kit, melyik Istent szolgáljuk, hogy azt az Istent, aki örök életet tud nekünk adni, és aki élő Isten, tehát aki mindent teremtett. Fontos nagyon, hogy az idős embereket még mielőtt meghalnának, e felé az Isten felé tudjuk terelni, és mondjuk is el nekik, hogyha érdeklődnek, hogy ki ez az Isten, akit mi szolgálunk, és miért fontos ez az Isten, mert ezek az idős emberek nagyon sokszor azért ilyenek, mert érzik, hogy keresnek valamit, de azt se tudják, hogy kit keresnek, mit keresnek, miért keresik, sőt, nem is tudják, hogy ők keresnek valamit, de a viselkedésük, a beszédük, meg minden, amit mondanak, tesznek, a mozdulatai, tehát abból látszik, hogy nem egy boldog megelégedettségben élnek, ami elvileg ugye az élettel való beteltségnek lenne ugye a jele, hanem nagyon is érzik a lelkük mélyén azt, hogy
valamivel ők még tartoznak ugye ennek az életnek, és csak nem tudják, hogy mi az. Úgyhogy aki leélte itt az életét, és boldogságban, jólétben, megelégedettségben gyerekeket fölnevel, családot alapított, az nagyon szép, de kevés, és ezért fontos, hogy minél inkább ugye e felől a nap Isten felől, tehát a Lucifer bálvány Isten felől mindenképpen eltereljük a figyelmüket, és az igaz és élő Istent és a megváltó fiát közvetítsük az embereknek. Az egész világot leuralta ez a nap imádat, különféle kultúrák, különféle istennőket hoztak létre, isteneket, hiedelmeket, mitológiákat, és mindegyik azt hirdeti, hogy az a boldog ember, aki jóságban, jólétben, bőségben él, és ez az igazából az élet. Tehát a testi dolgokban látják meg Istent, és ennek különféle változatai vannak, úgyhogy ezektől kell elszakadnunk, ezektől a hitektől, hiedelmektől. És hát nagyon becsapós ez az egész, mert ugye vannak olyan eltévejedései az embernek vallási szinten, amikről szintén ír a Biblia, hogy ugye vannak olyan hiedelmek, olyan szokások, amik azt mondják, hogy valóban a test az nem igazán számít, és szellemi dolgokkal kell foglalkozni. És akkor beleesnek abba a hibába, hogy elkezdik sanyargatni magukat, elkezdenek mondjuk koplalni, és tehát mindenféle értelem nélkül nem esznek, nem isznak az emberek, és azt mondják, hogy fényt esznek, hogy nekik nem fontos a testi dolog. És ezek az emberek átesnek ugye, tehát a ló másik oldalára, és azt mondtam, tehát ugye ez se Istentől való. Azt mondtam az előbb ugye, hogy holdistennő volt, tehát ez az Artemis. Bárki utána nézhet, ugye többféle néven szerepel. Artemis, akit itt felolvastam, Efezusnak az istennője, ez holdistennő volt. Mégis ugye a méhet is jelenti az ő neve, ami ugye napszimbólum volt Egyiptomban. Ezek összefüggnek, tehát itt már egy több ezer éves dologról beszélünk, és ugye sok hiedelem rakódik ezek köré, az istentelen dolgok köré, ezért is okult, mert első látásra különbözőnek tűnnek. És az okkultizmusban a napnak meg a holdnak nagyon fontos szerepe van, és azt gondolják, hogy a nap, a hold, ugye Isten teremtményei, ezek kiegészítik egymást, ezek ilyen ellentétpárok, mint a férfi meg a nő, és akkor ugye Isten középen van, akiben egyesül, tehát a férfi és a nő egyesülése, a nap és a hold egyensúlya, a rossz és a jó dolgoknak az egyensúlya, azt gondolják, hogy akkor ebből jön létre Isten, vagy hogy Isten ezeken keresztül ismerhető meg. Különféle vallási nézetek alakultak ki, ezek mind a sátántól valók, amikor nem helyén kezelik ezeket a dolgokat. Tehát vannak ugye olyan jelenségek, ezotérián belül is lehet ilyet látni, meg a Biblia is ír ilyenekről, hogy sanyargatják a testüket, éheznek, koplalnak, meg szüzességet fogadnak mindenféle ugye, papi szolgálatban például, hogy nem házasodhatnak, és ez ugye a külsőség, tehát hiába azt mondják ezek a hívek, hogy ők megtagadják a testüket, de valójában ők testi módon szeretnének tetszést aratni Istennek, tehát megint csak egy testi látványos dolog, hogy valaki nagyon látványosan szűzies, tehát ugye Artemis is egy szűz istennő volt, a szüzesség istennője, a vadászat, a hold, a szüzesség istennője. Ugye a vadászatról ugye Nimrod juthat eszünkbe, a hold, a szüzesség, tehát éjszaka, az erdők istennője, titokzatoskodás, ez az istennő, ez nem, ment, nem egy férjezet, tehát szűz, minthogyha ugye tiszta lenne, ezt sugallja. És akkor van a kereszténységben is egy szűz, tudjuk, ez a Máriának nevezték, azt mondják, hogy ez a Jézus anyja. Ez ugye, tehát teljes mértékben felismerhető, hogy ezek átörökítették. Tehát az okkult hatalmasok mindig becsempészték az embereknek a okkultizmusukat, és abból egy vallást csináltak. Tehát a Szűz Mária imádat, a Könnyező Madonnák, meg a Mária Magdolna imádat,
ezek is Artemis imádatok valójában, és ami még nekem, amit én még megértettem, az az, hogy a prosperitás elmélet, ugye, ami a hídgyülekezetében van, meg egyéb ilyen karizmatikus gyülekezetekben, ez a prosperitás elmélet, ez meg a másik oldala ennek az egésznek, tehát ellentétpárokban gondolkodnak sokszor, kabalizmusban, tehát van ugye először is az önsanyargatás, a koplalás, a aszkéta életmód, a szüzesség, bálványi tisztelete, tehát mintha az valami különlegesen tiszta ember lenne az, aki szűz, holott ugye nem ettől vagyunk szentek, tehát az, hogy mi az a szent, ugye ez egy külön téma, de nem az a szent, aki szűz testileg, mert hogyha valaki férjhez ment, attól még ugyanúgy lehet szent életű. Tehát ez az egyik oldala, ez a hold, a sötét, az erdő, a szüzesség, az ezüst, meg ezeknek az imádata. A másik oldal pedig ugye a bika, a borjú, a bőség, a fajzás, a termés, a nap, ugye a termékenység, a jólét. Ez pedig az ilyen karizmatikus gyülekezetekben lehet fölismerni, míg ugye a katolicizmusban az emberek megundorodtak attól, hogy milyen dolog az, hogy a papok ugye esetleg nem házasodnak, és mennyi szexuális perverzióban vesznek a legtöbben részt, vagy hát ugye a Vatikánról tudjuk, hogy nagyon komoly pénzek vannak benne, hogy eltusolják ezeket az ügyeket, és nagyon nehezen bírják ugye a papok valószínűleg ezt a önsanyargatást ugye férfiként, és ez az egyik oldala, a katolicizmus egyfajta ilyen Artemis jellegű valami, tehát ők, mintha ezt az Artemist imádnák titokban, ugye a Mária imádat, ott van a katolicizmusban, szobrok, könnyező madonna, érzelmi ráhatás, nő imádat, és amikor a katolicizmustól valaki megundorodik, és ez nem tetszik neki, mert látja, hogy ez nem lehet Istentől, akkor esetleg kiköt egy ilyen karizmatikus gyülekezetben, és akkor meg az aranyborjú, sajnos a bőség, az extázis, az örömök, a boldogság hajszolása, a versengés abban, hogy ki az, akit megáldott jobban Isten, ki az, akinek szerencsésebb, jobb az élete, mert az Isten áldását, az áldottságot az jelenti ő szerintük, hogy mennyire élnek bőségben, és akkor nem átalják az Ószövetséget erre fölhozni, tehát eleve egy ószövetségi dologba viszik vissza az embereket, és pedig már ugye föl lehet ismerni, hogy még az Ószövetségen belül is meg lehet dönteni ezt a nézetet, hogy ugye az van Isten áldása alatt, aki bőségben, jólétben és egészségben él, de mégis nekem ez tűnik föl, hogy ugye a katolicizmus egy ilyen Artemis jellegű, egy ilyen könnyező, madonnás, szűz, istennős dolog, önsanyargatással, és akkor ennek az ellentetjeként meg létrehozták ugye ezt a pünkösdizmust, hogy a betöltekezés, a beteljesedés, az élvezetek, ugye, hogy egy ilyen reszketés, remegés, hogy ez mennyire jó a testnek, ez az extázis, a bőség, a megáldottság, ugye, ennek az evangéliumát hirdetik, ez mintha a bika imádat lenne, tehát mintha ez az Apis bika, ugye, ez az aranyborjú. Úgyhogy ezeket, ez mind az ő okkult hiedelmüknek a része, tehát óriási gonosz dolog ez, ugye, hogy kijöttek Egyiptomból, kihozta Egyiptomból, ugye, Isten a zsidókat, és megtisztította az ő népét, de nyilvánvalóan, hogy ugye, azért tudjuk, hogy a kánaaniták közül is sokan életben maradtak, tehát Isten utasítása az volt, hogy mindenki halljon meg közülük, mert Isten előre látta, hogy milyen az ember, hogy mennyire gyengék vagyunk, de ők ugye ezt nem teljesítették, tehát sajnos ugye belementek ők is ezekbe az imádatokba, és ők ugye Nimrod, ezek a kánaaniták a Nimrod örökségében voltak, és az szintén nap imádat, és a földi hatalom, piramis rendszer, a kaptár, ugye, hogy létrehozzák a maguk kaptárrendszerét, amiben minden látszólag a legnagyobb rendben van. Mai világban is így élünk egyébként, aki még nem jött ki Babilonból, hogy látszólag a legnagyobb rendben van minden, rend van, fegyelem van, jólét van, ha dolgozunk, megkapjuk a jutalmunkat, ez olyan igazságosnak tűnik. Aki dolgozik, az megkapja, de ugye a Jelenések könyve elmondja nekünk, hogy eljön az az idő, amikor aki nem része Babilonnak, az nem adhat el semmit, nem vehet,
tehát semmilyen jólétben, semmilyen áldásban, bőségben, ellátottságban, egészségügyi szolgáltatásban nem részesülhet, mert ő nem szolgálja ezt a kaptárt, amiben nekünk élnünk kell. De az is tévedés lenne, hogy beköltözünk az erdőbe, azt mondjuk, hogy mi kijöttünk ebből a kaptárból, és füvet eszünk. Ez sem megoldás, lelki értelemben kell kijönni, és késznek kell lenni arra, hogy a megszentelődés által ebben a lelki pusztaságban, amiben vagyunk, amiben ki vagyunk hívva, megszentelődés által annyira engedelmesek legyünk Istennek, hogyha éppen arról van szó, hogy el kell hagynunk a munkahelyünket, mert nyilvánvalóan eljött az ideje, és el kell hagynunk a vagyonunkat, a lakást, a házat, a családot akár, bár reméljük, hogy ez minél kevesebbekkel fog megtörténni, de hogyha eljön ennek az ideje, készeknek kell lennünk ezeket úgy otthagyni, hogy tudjuk, hogy ez a kaptárnak a része, és mi nem a mély istennőt, meg nem a bika istent, nem Apiszt szolgáljuk, mert ez egy olyan méz, ami a szánkban édes, de aztán az egész életünket megkeseríti, hogyha benne maradunk, mert életet nem fog hozni számunkra. Úgyhogy ez a feladat, de ezt csak úgy tudjuk megcselekedni, hogyha napról napra erősítjük magunkat és egymást, az elménkben egyre több értelmet fog Isten adni, és ezért imádkozom és kérem az Atyát, hogy azoknak az embereknek az elméjébe adjon minél több értelmet, bölcsességet, ami őtőle származik, akik őt keresik, hogy tudjanak különbséget tenni, és ne menjenek bele a sátán csapdáiba. Mert ugye az igében is benne van, hogy az a lényeg, hogy olyan édesek legyenek az Isten igéi minekünk, mint a méz a szánknak. Tehát nekünk nem a testi méz kell, hanem a lelkünknek az Isten igéje. És még az is ott van az igében, hogy jobban szeretem én a te igédet az aranynál és az ezüstnél. Tehát az arany és az ezüst nem kell nekem, nem kell sem Apisz Bika, sem Artemis, aki az ezüst. Nekem ez nem kell, mert az Isten igéje fontosabb a színaranynál és értékesebb az ezüstnél is. Ezek mind ott vannak az igében. És az Isten igéje nagyon jó, a szánkban édes, mint a méz, de hogyha nem cselekedjük meg, akkor keserűvé válik a gyomrunkban, és bizony nekünk most a hétköznapunkban ezt meg kell tudni emészteni, azért van most ez a kegyelem időszaka, hogy Isten most még megadja a lehetőséget, az időt, és megadja nekünk a testi eltartottságot is, mert hogyha engedelmesek vagyunk Istennek, akkor Isten ugyan gazdagságot és bőséget nem ad nekünk, de megadja azt a nyugalmat, amiben épülhetünk és fejlődhetünk. Tehát fontos az, hogy most megemészszük, mert az Isten igéjét jó olvasni nagyon. Tehát édes, mint a méz, annak az embernek, aki engedelmeskedni szándékozik. És amikor megérkezik az értelmünkben, amikor már meg kell emészteni azt az igét, tehát a mi saját életünkre is rá kell ezt vetíteni, akkor lehetséges, hogy keserűvé válik, de aztán, hogyha meg is cselekedjük az igét, és alávetjük magunkat az Isten igéjének, akkor már az egész életünkben teljesen Istennek tudunk élni, minél inkább. Ez persze nagyon nehéz, de ez a cél. Most én a célról beszéltem, és természetesen nem azért mondom ezt el, mert hogy én már tökéletes vagyok, én is egy ugyanolyan ember vagyok, akinek sok hibája van, de én az én hibáimat mindenképpen az Isten igéjével szeretném meggyógyítani, és a Krisztus követő életmóddal. És ez az, amiben példát adott nekünk a megváltó, mert ő tökéletes volt, és egyetlen egy embernek az élete, egyetlen egy embernek a kiontott vére sem tud bennünket megvédelmezni, mert minden embernek a vérében ott van az a hiba, az a bűnhajlam, a tökéletlenség, a romlandóság, de a Krisztus vére, ami kifolyt, az tökéletes, mert romolhatatlan testet kapott Istentől, és az ő vére, ugye a mi vérünké is válhat, tehát mi az ő rokonai lehetünk akkor, hogyha mi az ő élet példáját tesszük magunk elé, és abban élünk.
Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok.